Múlt héten pénteken derült ki, hogy idén Szekszárdon rendezik meg a női kosárlabda Európa Kupa negyed döntőjét április 9-e és 11-e között. Néhány nappal korábban az atomerőmű KSC Szekszárd legyőzte a török ellenfelét, így egyedüli magyarországi csapatként bejutott az Európa Kupa legjobb négye közé. Spanyolországból, Franciaországból és Olaszországból érkeznek majd az ellenfelek a szekszárdi sportcsarnokba. Szabó Noémi, a KSC szakmai igazgatója azt mondja, gőzerővel dolgozik a szervezőbizottság és az elnökség a nemzetközi szabályoknak megfelelő helyszín kialakításán. Nagyon nagy meglepetés volt sportszakmai szempontból és sportdiplomáciai szempontból is, azt gondolom, hogy egy óriási siker. Az elmúlt 5 év szisztematikus munkájának az eredménye, amit a pályán belül a játékosok és Zsejko Gyokics, illetve amit azt gondolom a város vezetésével együtt, a szponzorokkal, az összes szponzorral, aki volt, aki jelenleg is van, mindenkivel együtt elértünk, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, több száz embernek a munkája. Csak hogy a szekszárdi polgármesteri hivatal több mint Jóbor nevű hivatalos Facebook oldalán kedden közlemény jelent meg, amiben azt írták, a szekszárdi sportközpont igazgatója, az éjjel Szekszárd által kinevezett Malomsoki Krisztián több 10 millió forintot követ el a megyei jogú város polgármesterétől a rendezésért. Malomsoki Krisztián mindezt annak ellenére tette, hogy a járvány miatt tavaly és idén szinte alig voltak rendezvényeik, amikre költeniük kellett volna. Ráadásul az önkormányzat tavaly közel 30 millió forinttal megemelte a sportközpontnak járó éves támogatást, ami így már 200 millió forint. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondja, ezeket szem előtt tartva érthetetlen, hogy miért követel Malomsoki Krisztián 35 millió forintot a várostól az Európa Kupa 4-es döntőjéért. Meg kell nézni, hogy milyen visszaszerzések jöttek be. Van-e köztük például ügyvédi szerződés, ami eddig nagyon volt jellemző. Én félek attól, hogy olyan pénzek mentek egy kifizető helyként működött a sportcsarnok, amit nem tudunk elfogadni, és nem szeretnék én se elfogadni. Ács Rezső szerint az is kérdéseket vett fel, hogy miért egyre elhanyagoltabb a sportközpont környéke, miközben jelentősen növelte az önkormányzata a városi intézménynek adott támogatást. Szekszárd első embere azt mondja, belső vizsgálatot indít Malomsoki Krisztián ellen, hogy kiderüljön, miért gazdálkodik rosszul a város ilyen Szekszárd által rábízott pénzével. Ettől függetlenül a női kosárlabda Európa Kupa 4-es döntőjéhez kért pénzt most megkapja a sportvezető, mert egy ilyen komoly rendezvény Szekszárdnak is sokat hozhat, Ács Rezső szerint. A városok annyira fontos, hogy a polgármester, mint a közgyűlés is, ebben a pandémiás helyzetben is kinyilatkozhatja, hogy meg lesz rendezve az rendezvény is, garantálom én személyesen is, hogy a forrásokat is elő fogjuk letenni. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Malomsoki Krisztiánt is. Szerettük volna tőle megtudni többek között azt, miért nincs pénze a sportközpontnak, illetve hogy mekkora összeg folyt be tavaly az általa drasztikusan megemelt, majd közfelháborodást kiváltó strandbelépők áraiból. Valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, mennyi pénzt fizet ki általa kötött szerződésekre, például ügyvédi díjra, miután nemrégen arról írt, jogi auditot kért az épülőúszoda kapcsán. Malomsoki Krisztián viszont egyetlen kérdésünkre sem válaszolt, mindössze annyit írt, hogy szerinte, idézem, a KSC és a sportközpont között semmilyen nézeteltérés nincs a Final Four megrendezésével kapcsolatban, zajlanak az egyeztetések, a rendezvény előkészítése.